Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, a mai vendégünk Cseh László, akinek nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm, hogy itt lehetek. És akinek tulajdonképpen nagy örömmel tudom elmesélni, hogy nagyon tanulságos volt számomra ez az olimpia, abban a tekintetben, hogy sokszor azt gondoljuk, nagyon sok esetben úgy is van, hogy Magyarországon csak az aranyérem számít, és semmi más nem számít, csak a siker és a győzelem. Nekem ez az olimpia azért volt tanulságos, mert itt hallottam először igazán nagyon erősen azt a hangot, hogy de a teljesítményt, a hosszú időn keresztül fennálló teljesítményt el tudjuk ismerni. Úgy Imre Géza esetében mondjuk, mint ahogy a te esetben. A te ezüstérmeidnek, mi szurkolók, azt hiszem éppen ugyanúgy tudunk örülni, mint hogyha az bármilyen arany lett volna. Nyilván megértem, hogy te nem így vagy ezzel, de nagyon boldoggá tesz az, hogy a szurkolók már tudnak így gondolkodni, mert korábban nem tapasztaltam mindezt, és ez egy fantasztikus élmény. Azt gondolom persze, hogy egy sportoló ezt teljesen másképp éli meg. Én is úgy látom egyébként, hogy tehát az emberek összességében persze nagyon tudnak örülni a helyezéseknek, az érmeknek, nem csak az aranyéremnek, de még egy pici szemléletváltásra szükség lenne, mert azért most is szembesülök, ha nem is a szurkolók részéről, de más, vannak olyan visszajelzések, amik nem biztos, hogy szándékosak, vagy bármi ilyesmi, de úgy érzem, hogy inkább az aranyérem az, amit teljes egészében elismernek, de hát az emberek meg aztán tényleg csodálatosak, mert annyi üzenetet, biztatást, szurkolást kaptam még a 200 pillangó után is, hogy az is nagyon kellett ahhoz, hogy vissza tudjak térni, fel tudjak állni, hogy ez a 100 pillangó ezüstérem összejöjjön, és tényleg hát az emberek szurkolása az nagyon fontos volt. A te rutinoddal, amit most elsősorban nem a medencére értek, hanem a medencén kívüli életre, a te rutinoddal az még számít, hogy milyen negatív visszajelzések vannak, te rád ez még hat? Én azt gondolom, hogy rám sajnos az a negatív visszajelzés hat, amit a medencébe elérek, és amit ott megcsinálok. Tehát nem a külvilág, hogy a külvilág nem, milyen véleménye van. Nem a külvilág a lényeg, hanem hogy én ott a medencén itt tudok végrehajtani, és hát sajnos, amit 200 pillangón a döntőben végrehajtottam, azt a saját belátásom szerint sem tudom jó úszásnak, vagy pozitívnak, vagy bármiféle olyan színbe feltüntetni, amiből jól lehet kijönni. A sajnos egy borzasztó úszás volt. Tudom is, mi volt az oka. Sajnos volt bennem egy olyan feszültség, ami csak így a verseny előtti egy-két nap jött ki teljesen rajtam, és előtte már így utólag visszagondolva már úgy éreztem, hogy már lehet, hogy több mint egy hónapja bennem volt. Ezek azok a helyzetek, amikor az ember úgy gondolja, hogy teljes mértékben ura a saját idegrendszerének, a saját testének, tudja, hogy mit csinál, tisztában van vele, hogy melyik pillanat után mi következik, és ezt egyszer csak kiderül, hogy mintha az ember idegrendszere elhagyná a testét, és elkezd önállóan viselkedni, és nem vagy rá hatással. Hát gyakorlatilag mondhatjuk ezt, hiszen ugye a tavalyi évben a világbajnoki döntőbe oda tudtam állni. Igaz, hogy előtte egy picit izgultam, de az edzőmmel ezt tudtuk kezelni. Ott volt a rövidpályás Európa bajnokság. Milyen következményei vannak az izgulásnak a te esetedben? Én azt gondolom, hogy tehát ennek a túlzott izgalomnak az a következménye, hogy az izmaim nincsenek eléggé elazult állapotban. Az úszásom egy kicsit görcsösebbé válik, és emiatt sajnos nem tudok olyan könnyedén, kevés energiával úszni, ahogy az kellene, és mint hát a 200 pillangó döntőben is látható volt, hogy az utolsó 50 gyakorlatilag alig tudtam úszni, mert olyan érzésem volt, ami előtte még soha, még hogyha egy nap akár több számot is úsztam, és utána kellett egy 200 pillangóra felállnom, akkor se éreztem ilyet. Tehát nagyon rossz volt. Sajnos ez az idegi feszültség, ez úszásban ez így jelentkezik. És ez az olimpia hatása? Mert ugye minden sportoló elmondja, most is nagyon-nagyon sokan elmondták, hogy azért az olimpia az nem vethető össze semmilyen más sporteseményen, az egy teljesen más idegállapot. Hát én biztos vagyok benne, hogy az olimpiáról látszó, hiszen a többi versenyen ez nem jött elő az utóbbi időben. Hát nagyon sajnálom, mert nem így kellett volna ennek történni, az egész éves felkészülésünk nagyon jó volt, és hát amiket évközben úsztam, az sokkal inkább azt mutatta, hogy ennél jobb eredményre, teljesítményre lehetek képes, de valamiért ezt szánta nekem idézőjelbe a sors. Egy picit túl misztifikálom én is ezt az aranyérem kérdést, én is túlságosan vágyom rá, vagy szeretném, de lehet, hogy ez megint egy olyan utat mutatott, hogy egy picit változnom kell lélekbe, személyiségbe, és
És ezen kell tudni változtatni ahhoz, hogy még a későbbiekben esetleg tudjak versenyezni. Az nyilván teljesen normális, hogy egy sportoló mindig a maximumra törekszik, ami ugye ebben az esetben az aranyérem, vagy mondjuk az időben a maximum. De mindig, amikor hallgatlak téged sok-sok év óta, akkor az az érzésem, hogy minthogyha azt kizárnád, hogy a sportban a vereség is benne van. Ez egyébként nagyon furcsa ellentmondás a te sok ezüstérmedet tekintetbe véve, de mégis minthogyha, hogy az ember a sportot egy kicsit játéknak is fogja fel, persze ebből a székből könnyebb, én nagyon jól tudom, de hogyha azt kizárod, hogy veszíteni is tudjak, akkor az már egy olyan dolog, amit valószínűleg az ember nem fog tudni teljesíteni soha az életben, nem? Igen, szerintem az évek alatt sajnos így egy kicsit félrement ez a nevelés, és az én esetemben is az hogy volt, hogy... Hogy érted ezt? Hát amit mondjuk annak idején az edzők sugaltak, hogy minden verseny a legjobbnak kell lenned, hogyha rosszul szerepeltél, akkor csak te vagy a hibás érte, és minden verseny a lehető legfontosabb. Nem tanultunk meg csak úgy beugrani és versenyezni mindenféle. Ez a te korosztályodra mindenkire jellemző, nem? Vagy azt mondom, hogy a többségre jellemző, nem? Hát én remélem, hogy azért ez nem mindenkire jellemző. Én azt gondolom, hogy rám és mondjuk pár úszótársamra, akikkel együtt úsztam, mindenképpen ez volt a jellemző, hogy nem tudtunk úgy versenyezni, hogy ne az legyen, hogy csak a legjobbak lehetünk, és hogyha bármiféle olyan negatív dolog jött, azt ne csak úgy éljük meg egy várándítás, hát jó van majd legközelebb. És ettől meg lehet szabadulni felnőtt korban már, akkor amikor az ember ezt egész gyerekkorában, meg hát fiatal felnőtt korában is ezt így csinált, az segít ezen a kor? Egy picit lehetett javítani, tehát javult ez a dolog az évek során, de hát ez most így az olimpiával szerintem megint felszínre került ez a görcsös győzni akarás, hogy csak a győzelem számít, a többi az nem fontos. Úgyhogy ezt egy picit át kell majd beszélnem mindenképpen, hiszen a lelkem azért egy picit megszenvedte a dolgokat, de hát szerencsére mellettem áll a feleségem és a családom és a barátaim, és ők próbáltak ezen átlendíteni és segíteni, de azt gondolom, hogy ez egy picit hosszabb idő lesz azért. Hát meg ez egy magányos harc, én azt gondolom, hiába próbálnak nagyon sokan segíteni, amíg az ember magában nem tudja ezeket a dolgokat rendezni, addig ez nem nagyon fog változni, de a nyilatkozataidban rendszerint elhangzik az olimpia óta, hogy te úgy érzed, hogy a mentális felkészülésben vannak még olyan dolgok, amin lehet javítani. Engem ez azért lepett meg, mert amióta én ismerlek téged, te mindig lépsz előre ezen a területen, mindig keresel új dolgokat, mindig próbálsz egy kicsit mást is belevonni. Engem meglepett, hogy itt az olimpia után ezt mondtad, mert akkor itt még mindig van mit tenni, és van még előrelépés. Hát sajnos azt tudom mondani, hogy egész évben ugye a testi felkészültség az a, szerintem ennél maximálisabban nem lehet felkészülni, ennél felkészültebb állapotban nem tudtam volna lenni. Sajnos mentálisan, hát mint bebizonyosodott, nem voltam teljesen 100%-os állapotban. A legnagyobb probléma az volt, hogy a többi verseny nem jelzett be, hogy valami nagy probléma van, és ezzel foglalkozni kell. Túl jól ment, idézőjelben mondom, az előtte lévő nagyobb versenyeken a versenyzés. Igen, azt mondtad korábban, hogy elaltattak ezek a korábbi versenyek. Mindenképpen, hiszen nem hívták fel a figyelmet, hogy probléma van, és valami plusz olyan dolog van, amire jobban oda kell figyelni. Hát ezt úgy fogalmaztuk meg az edzőmmel is, hogyha egészségesek vagyunk, és az orvos megkérdezi, hogy vagy, azt mondjuk, hogy jól, akkor ő se tudja azt mondani, hogy már pedig szerintem nem vagy jól, és csináljunk egy teljes kivizsgálást. Tehát ugyanez volt az úszásban, és hát fantasztikusan ment a versenyzés, fantasztikusan ment az úszás, oda tudtam állni minden kritikus számban, minden kritikus versenyre, és kezelni tudtuk ezt a feszültséget. Tehát nem mutatkozott olyan jel, ami azt sugallta volna nekünk, hogy hoppá, hát itt azért majd problémák lehetnek az olimpián. Mi, akik sokkal alacsonyabb szinten sportoltunk, de hát megvoltak a magunk is harcai győzelemmel, illetve vereséggel, aztán abba hagytuk. Mindenki húz egy ilyen vonalat, és azt mondja, hogy most akkor összességében pozitívan vagy negatívan értékelem mindazt, amit eddig tettem. Ha neked most kell visszanézni erre a pályafutásra, ami egyébként mondjuk a hozzám hasonlók szemével egy egészen hihetetlen őrület és egy fantasztikus dolog, akkor te ebben a tekintetben hogy tudsz rálátni a saját elmúlt 25 évedre? Hát azért, tehát hogyha összességében kell néznem, azért nyugodtan mondhatom, hogy elégedett vagyok. Tehát pozitív az egész. Hiába vannak hullámvölgyek, abból mindig fel kell tudni állni, és tovább kell tudni menni. Egyetlen egy hiányérzetem van ugye az olimpia aranyérem, ami még mindig nem sikerült, nem jött össze, de azt gondolom, hogy azért el kell tudnom azt is fogadni, hogy enélkül is lehet hosszú, boldog életet élni.
Nagyon-nagyon jó veled beszélgetni a sportról és azokról a dolgokról, amik a sporttal kapcsolatosak. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és én tiszta szívből gratulálok neked. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a nézőknek a figyelmet, viszontlátásra.